Mindenki tudja, melyik ez a ház, de senki nem tudja, hogy mi van a vörös téglás falak mögött. Sokak szerint Karádi Katalin búvóhelye volt, ez nem igaz. Mások szerint Dóra, a II. Világháborús szovjet kém, azaz Radó Sándor lakott itt, ez igaz. Ahogy az is, hogy Andy Vajna is lakott itt. A Gellért-hegyen vagyunk, és ez a Hegedűs Villa. Azért nevezik Hegedűs Villának is, mert itt lakott Hegedűs Lóránt, többszörös pénzügyminiszter, aki 1920-ban tagja volt a trianoni delegációnak is, a trianoni magyar delegációnak is, de ő csak egy későbbi névadó volt, mert nem ő építette, a Hegedűs Villát nem Hegedűs építette. Ez a ház már itt állt akkor, amikor még a régi Tabán házai egészen idáig futottak föl, aztán később, amikor átalakult a Tabán, itt állt magányosan, és aztán újra magányosan, amikor a bombázások erősen megritkították a környék házait. Sok Frigyes nem csak nagymenő vállalkozó volt, de lelkes amatőr fotós is, ezért találhatunk a Fortepánon rengeteg képet, amit ő készített, egyrészt az építkezésről, másrészt a család korábbi Gellért-hegyi nyaralójáról. Ő eredetileg ikervillát képzelt ide, sőt még Siklót is ő épített volna először hozzá, de aztán közben jött az első világháború, és 1923-ban a csődje, így aztán a két épület közül csak az egyik épült meg. Az egyik korabeli képen egyébként még látjuk azt a díszes kerítést, ami a két házat összekötötte volna. A különleges villa már 110 éve vöröslik a hegyoldalban, az eredetie pedig Genovában áll, és részben márványból. Sok Frigyes, a századforduló tőzsde spekulánsa is tipikus nagymenője volt, jóérzékű ingatlanmágnás is. 1902-es világkörüli útja során Genovába járva szeretett bele egy ottani, a Castelletto negyed egyik dombján álló várpalotába, és eldöntötte, hogy a pontos mását megépíti. A minta sem volt egyébként sokkal régebbi, hiába hasonlít észak-olasz várkastélyokra. Egy középkor rajongó hajós kapitány, Enrico Alberto d'Alberti szépítette, méghozzá Kolumbusz tiszteletére, Amerika felfedezésének 400. évfordulójára, tehát 1892-ben. Annyi köze azért van a középkorhoz, hogy egy 13. századi megerősített területen található, és d'Albertis kapitány a régi városfal alapjaira is építkezett, beleépítette többek között egy bástya alapjait is. A torony merészen válik el a szokásos lakótömbtől, ami amúgy is sokkal nagyobb egyébként, mint amit megszoktunk, és természetesen erőtszerű, elég határozottan köszön be így a budapesti városképbe. A toronyszoba egyébként a házi úr gondolkodó szobája volt, ahol mindenkitől elvonulva gondolkodhatott, és tekintetett le a lentiekre. Aztán 100 évvel később itt többféle zászló, magyar, német, sőt kalóz zászló is lengett, és úgy 15 évvel ezelőtt ez a nagy terasz még egy pornóforgatás helyszínéül is szolgált. A klinker téglái miatt Vörösháznak is nevezett épület tehát a csőd után egy házépítő RT kezelésébe került, és csak 1926. októberében költözött a villa első emeleti lakásába dr. Hegedűs. Az akkor éppen bankelnök, egyben a Pesti Hírlap szakírója is volt, és Adi költészetének lelkes védelmezője. Ő a családjával a felső két emeletet foglalt el, a földszinten a háza alkalmazottjai, a kettő között pedig gazdag bérlők laktak. Lakott itt svájci bankár, a Stümmer csokoládégyáros, aztán az előbb bankelnök, majd háborús bűnösként kivégzett miniszterelnök Imrédi Béla is. 1945 után a környékbeli kibombázottak költöztek ide, köztük az egykori magyar női jéghoki válogatott egyik tagja.
vagy az Olaszországból hazatelepült Korach Mór, a kerámiák elektromos kiégetésének egyik kifejlesztője. Aztán lassan visszaállt a világ rendje, újra a gazdagok következtek. A 90-es években egy médiavállalkozó kezdte el felvásárolni az itteni lakásokat, aztán romantikus nevű cégek költöztek be. És itt lakott a néhai, itt bérelt pontosabban lakást a néhai Andy Vajna is. Ennek megfelelően tehát Karádi Katalin, ha nem is, de Arnold Schwarzenegger mindenképpen jár. A Gellért-hegy beépítési tilalma egyébként ősidők óta él, tehát ez a villa 1903-ban egy újabb izgalmas listát nyitott meg, hogy hogy lehet ide építési engedélyt szerezni. Azóta természetesen újabb házak épültek a környéken, tehát nyilván bővült az a lista, hogy milyen furmányosságokkal lehet ezt a bizonyos építési engedélyt megszerezni. De ezek már másik történetek.